Sziasztok, Fúj vagyok a Harcos Magyar Klánból, és a most következő videó a Voultranról, vagyis a korrupted modok megszerzéséről fog szólni, hogy ez hogy is működik. Nagyon sokan kérdeztétek már, videót is csináltam róla, amúgy csak nem sikerült, úgyhogy ez egy újabb nekifutás. Na nézzük! Tehát, először is kellnek hozzá cuccok. A marketben tudjuk megvenni. Equipment, key and drones. Itt tudjátok megvenni az Orakin dereliktes kulcsokat, ahol meg tudjátok szerezni ezeket a korrupted modulokat. Majd linkelek amúgy nektek oldalakat, meg mindent ezekről infót a videó leírásában, hogy hol találjátok meg ezekről a modulokról a leírásokat. Amúgy wikit fogom belinkelni. Tehát Orokin Vault, vagyis ez a safe, ez csak gyorsnakat Capture, Exterminate, Sabotage és Survivoron is van. Tehát az Assassinate és a Defenden kívül mindenhol találsz ilyen széfet, ilyen vaultot, amit kinyitsz a Dragon kulcsokkal, mindjárt mutatom mikkel, és akkor tudod kivenni ezt a bigyót, egy ilyen kis gömböt, amit ha kiviszel, akkor megkapod a Corrupted modot. Na nézzük azt az említett Dragon kulcsot. Tehát ezt megveszed itt a blueprintjét, ezt egyszer kell megvenni, és akkor utána bekerül a founderba, és akkor le kell gyártani, mindjárt mondom, hogy milyen nyersanyag kell oda. Ja, várjál, nem is tudom, itt is mutatni. Tehát itt látjátok az Assassin néthez, Lefantis NAV koordinét kell, itt levágja a kipontozza a maradékot, tehát Lefantis NAV koordinét kell. Ilyen koordinátákat, vagyis ilyen NAV, mit tudom, ilyen nyavajákat, ilyen bogyókat az Orokin deliktekben tudtok szerezni, tehát ezekben a Defendben, az ilyen ládák dobják, azokat kell szétverni, és azokból tudsz szerezni. A Capture-höz pedig sima NAV koordináta kell, ezt meg bárhol tudtok szerezni. Voidoktól kezdve, Mission-ökben, ez szintén egy ilyen kis boxokból tudtok szerezni, azok dobják. Mert egy különleges nyersanyag, ez a többit azt ugye bár tudjuk, hogy hol lehet szerezni. Oké, kulcs megvan, pipa. Nézzük a gírekben találjuk ezeket a sárkány kulcsokat, a Dragon Key-eket. Négy fajta van belőle, ezt négy fő squadokba szokták csinálni ezt a Voultront, itt már látjátok, várnak is rám a klántársak. Ők berakták a különböző kulcsokat, tehát mindenkinek egy különböző kulcssal kell bejönni, és majd véletlenszerűen fogja valamelyik nyitni az ajtót. Azt mondja, hogy van itt Bleeding, Decaying, Extinguished, Giseddő, ezt sosem tudom kimondani, lehet remélem most jól mondtam ki, és Hobbled kulcs, átakarja ez a kis hülye szobor, tehát ott látjátok a Hobbled Dragon Key. Ezeknek mindegyiknek van egy mínuszuk amúgy, ha már itt vagyok, rá is megyek nektek, hogy lássatok, tehát ez az életből redukál egy kicsit, tehát levesz az életedből, felrakod ezt a kulcsot, akkor leredukálja az életedet. A decaying a shieldből vesz le, itt látjátok. Nézzük azt, hogy az extinguished. Ez a damage-ből szed le, tehát aki ezt veszi fel, az kevesebbet fog sebezni, mind ultival, mind a fegyverekkel. A hobbled pedig, vagy hobbled, igen, jól mondtam, ezt mindig hobbitnak hívom, mert ezt tudom sose kiejteni. Ez pedig lassít. Érdekességként azt azért elmondom, hogy azt hiszem Cyanid hozza, igen. Láthatjátok, ott van, hogy Hobbled ki, ő hozza, Voltal hozza. Mindjárt mondom miért. Extinguished, igen, ez gyengít, ez tök mindegy, ki hozza, meg DK-t is. Én hozom a Bleedinget. Azért mondtam, hogy a Hobbled-nél érdemes Volta jönni, mert a Hobbled ugyebár belassít, és akkor a Voltnak a speedjével lehet ezt ellensúlyozni. Tehát akkor gyorsabban tudsz volna menni. Általában úgy, aki a Hobbledet hozza, az nem szokta keresni a széfeket. Ez el van dugva amúgy a pályán egy kis ajtó. Majd persze fogom mutatni azt is. Tehát nem azzal szoktuk keresni, hanem a többiek segítenek neki. Mi van még itt, amit el kell mondom? Ja igen, itt tudod, hogy váltok megvenni a blueprinteket. A legyártáshoz még gyorsan beugrunk. Tehát itt lesznek a key-ek, és itt vannak a dragon kulcsok. Most gyorsan leépítek nektek egyet. Bemutassam, tehát extinguished. Ez... tehát a megépítéséhez egy kulcs kell, bármilyen void kulcsot, most tudom, jó sok van, inkább legyen defense. Az kell a megépítéséhez, és 500 kredit, 1 perc alatt leépül, így gyártod le, utána kész van, kiveszed, és annyi. Ugyanígy vannak ezek a izék is, mik ezek, na, az Orokin deliktes kulcsok is. Oké, tehát így építünk kulcsot, vagyis ilyen dragon kulcsot, és a gearben fel kell venni, nekem itt van, be van rakva a bleeding, de ugyanitt rákattint, azt kikeresed, és itt vannak a leépített kulcsok. Tehát berakod, és ennyi. Így van nála a kulcs, majd az X-el fogod kinyitni az ajtót, a vaultot amúgy. Mi van még? Ja, hát fegyver, infestidek vannak bent, tehát fegyvernek érdemes slash damage-es, korrózívos, virálos,
és így tovább kulcsokat, vagy sebzésű fegyvereket berakni. Én az Amprax-ot nagyon szeretem az Infested ellen. Na menjünk is, nézzük, hogy miről is beszélek itt. A Vault safe kinyitása a modulokon kívül, tehát ezeken a corrupted modulokon kívül dob még Orokin chippet is, ezt most így eszembe is jutott, még vagy eszembe jutott. Tehát a Orokin chippet is fog adni, ami a Mirás küldetésnek egy alapja. Tehát a Mirás küldetést is egy quest, a quest tehát is a marketben tudjátok megvenni, és annak a legyártáshoz kell, azt hiszem 5 darab ilyen Orokin chippel egy darabot dob egy vaultozás. Tehát azt is itt tudjátok megszerezni, azért is jó ez a küldetés rész, mint ez az Orokin dereliktezés, mert kell hozzá a kulcs. Vagyis ez a csippernya vaja. Itt valaki nem maradt. Reméljük még beinveljük a maradék emberkét. Itt látjátok, jobb felső sarokban már ki is írta azt, ez a kis piros jel, és nem tudom nektek itt kijelölni, ez a kerek, nem is tudom mihez hasonlító valami bizbasz. Az azt jelenti, hogy benn van a kulcs. Ezt amúgy érdemes kivenni később, tehát a kulcsra figyeljetek, hogy ne hagyjátok benn, mert mint mondtam, ennek ilyen átka van, vagy ilyen büntetése. Ja, és igen, a kulcs, vagyis a széfnek a keresése. Mindenhol be kell nézni, minden zegzugba. Mentek egy olyan 10-15 kört, és talán annyira fogjátok ismerni a pályát, hogy szinte megtaláljátok egyből. De tudni kell ezeket a helyeket, tehát bárhol lehet ajtó, ilyen végződés, fönt, lent, mindenhol el kell ugrani. Úgyhogy ez csak ügyesen meg, hát tényleg mindent nézzetek meg. Ha nincs meg, akkor nem gond, menjetek még egy kört, menjetek vissza. Közben le kell öldösni ugyebár az infestideket. Benézzünk ide, és itt sincs. Jó, az itt secret. Valami volt még az előbb eszembe jutott, de hirtelen is felejtettem, remélem a végére eszembe jut. Mindegy, eszembe jutott egy másik dolog. Tehát a széfet megtaláljuk, aki kiviszi, arról lekerül a kulcs. Mármint ez ami rajta van most, ugyebár ezzel fogom kinyitni, ha épp a bleeding kell a safe-nek a nyitásához, akkor ez a kulcs lekerül rólam, mert az átok is lekerül rólam, és rám kerül egy másik. Tehát egy másik átkot fogok felvenni. Látjátok, itt is volt egy Lefantis NAV koordinát, látjátok, pont ez a láda valamelyik dobta. Tehát ez kell az assassinate-hez, Lefantis leöléséhez, ugyebár ami a necrost is dobja, csak melyen plusz infókat is belökjek. Ja, igen, ez egy exterminate küldetés, úgyhogy mindenkit le kell ölnünk. Semmi. Jó, igen, a másik érdekesség van, lehet ezt akartam mondani. Tehát az elején ugye már Exterminate-nek indul, így is fog végződni úgy, és infestidek ellen. Viszont amint kinyitjuk a széfet, akkor megtámad egy másik faj minket. Marad még egy pár, ha nem öljük meg mindent a játék végéig, mert addig még ki nem nyitjuk. Tehát, hogy mit tudom én, most 129-et kell megölni, 63-at megültek, és ha most kinyitjuk a széfet, akkor átvált egy másik fajra, az be akar avatkozni, mi ne vigyük ki azt a szart. Vagy Greenir, vagy Corpus, vagyis hogy igen, Corpus fog jönni. Pontosabban Corrupted. Tehát a Corruptedek fognak jönni, mint a Voidokban is, akikkel találkoztunk. Megvan külön a sztoria, na valaki megtalálta. Azt hiszem a Viking fenn is van ez a sztori. Na itt van a Vault, így néz ki egy safe, tehát ezt kell megtalálnotok. Itt mutatja a 4 kulcsot, tök jól néz ki, hogy ez a kapu. Megnézzük, hogy mi kell ide. Hobled. Na akkor Cyanidot kell megvárnunk. Ja, pont itt van. Nyissad.
Majd nem nyitja. Na, tehát így néz ki a kapu. Ezt az X-el kinyitja szépen. Nagyon baresz, és itt van bent ez a gömb, ezt kell felvenni. Most felveszem én. És látjátok, elkezdtem így pulzálni, ez azt jelenti, hogy felvettem. Nálam van ez a bigyó. Rólam ilyenkor nem veszi le az átkot, sőt, még pluszt is adhat. Nem tudom, most rám adott a pluszba. Na most itt van egy olyan információ, amit én hallottam meg. Olvas, nem olvastam, tehát ezt én hallottam. Nem tudom, hogy ez igaz-e. Az információ az lenne, hogy ilyenkor, akinél van ez a chippel, vagy nem tudom, milyen pöcsöm ez az energiagömbit felvettem. Tehát ez a vaultnak a... Hát így rablom ki végül is a széfet, és ezt kiviszem, akkor ugyebár akkor fogom megkapni a korruptet, mondod meg a chippet. Na most, ha akinél van ez a cucc is, az meghal, de nem úgy, hogy felé lesz, elesik, tehát véglegesen revive-ra meghal, akkor lejön róla ez a pulzálás, mint ami rajtam is rajtam, magyarán elvesztem ezt a cuccot, amit kivittem. Ezt konkrétan még nem tudom, még nem sikerült itt meghalnunk, tehát hogy mármint annak, aki vitte ezt a cuccot, vagy vigyázunk rá, vagy tényleg óvatosabban kell játszani. Ezt, és még nem is próbáltam ki, tehát nem voltam olyan, hogy most akkor na, megölöm magam, hogy csak megnézem, hogy elvesztődik-e. De ezt azért mondom nektek, hogy ha így van, akkor ne lepődjetek meg, hogyha meghaltok, és valami történik, revive-rig haltok meg. Tehát ha elesel, olyan már volt. Még azt is mondták annól, hogy nem szabad leesni, mármint hogy ilyen a pályáról tudod, így visszarak. De a hülyeség az, arra már úgymond volt szerencsém, de... Ja, tehát, jaj, igen, most látjátok, korruptedek vannak. Tehát... Közben most látom, hogy az egyikünk nincs benne, nem baj, már nálunk van a kulcs végül is, de... Vigyázzatok, hogy azért olyan csapat jöttek, aki nem diszkonnektel, vagy valami, nehogy valami gondolja, hogy pont annál legyen a kulcs, mert akkor gáz van. Most közben meg... Megakadtam, hogy hol is tartottam, mit is magyaráztam nektek. Ja igen, hogy leesni le lehet. Mint hogy ez, hogy kimentek a képbe, ha ezt is hallottátok volna, vagy valami, nem lesz semmi bajotok, ugyanúgy visszakerültek, nincs semmi gond, látjátok, ugyanúgy pulzálok. Szóval a meghalás, ez nem tudom, hogy igaz-e, de azért figyeljetek rá. Itt is van a pálya vége. Hát remélem sikerült mindent elmondanom. És menni fog ez nektek. Remélem tudtam nektek segíteni, sziasztok. Ja igen, és itt van a díj, Taint egy Shell. Ide fogja kiírni. Chipper, minden megvan. Oké, na nem maradt le semmi. Sziasztok!